Hello, drága barátok, kezdjük vasárnapi webinárt, vagy általános. Dr. Michael Lightman a stúdióban, tehát mi visszatértünk a webinár formához, és kicsit kevesebb ember van, mint szokott. Összességében a kongresszus az befolyásolta a részvételt. Velük vannak a barátaink, Boris, és mi beszélünk természetesen, hogy mi a munka a kongresszus után, erről beszélünk. A Világ Kabala Kongresszus 2020-ban, mi szeretnénk gratulálni mindenkinek, van egy kérdésem számotokra. Hogyan érzed a kongresszus, 5000 ember vett részt rajta? Aktuálisan, ha jól tudom, most kezdtem el érezni az eredményét a kongresszusnak, mondja, ma reggel felkeltem, nem aludtam, két napig talán nem aludtam a kongresszus után, és utána ma úgy éreztem, hogy körülbelül 2-kor reggel úgy éreztem, hogy nem vagyok képes, hogy mikor utoljára nem tudtam felkelni a leckére soha, és most hirtelen lefeküdtem, és nem tudtam felkelni, de minden esetre nem tudtam aludni 3 órát, de nem tudtam eljönni a leckére, és ez a kongresszus napjai miatt, hogy természetesen hogyan másképpen vajon elveszi az erőt, vagy ad erőt, amikor szükség van rá, de utána elveszi, mivel egyébként lehetetlen. Ez nem valami magasabb forrásra jön, ez így működik, ez nem jön ingyen a plusz erő, hogy a kongresszus érzete hogyan befolyásolt téged. Nos, a kongresszus az még érződik majd egy hosszú ideig, mi nem tudjuk eléggé értékelni, még nem vagyunk képesek pontosan értékelni, pontosan mit is értünk el, mi történt. Ez nagyon erőteljes egység az emberek között, csoportok között, kontinensek között, mondhatjuk úgy, hogy egy különleges időszakban, amikor a világ egy ilyen pánik állapotban van, nem tudjuk, hogy mi történik velünk ezzel a vírussal, meg más dolgokkal. Minden nagyon összefüggő. Én azt hiszem, hogy ez az idő, ez most nagyon fontos, és mi egy nagyon különleges időben élünk. Az első alkalommal a világ történelme és az emberiség történelme során emberek, bármi, ami történik, mi most belépünk egy új állapotba, egy új időszakban, mi belépünk a felső világban, érzésben, megértésben, megértjük a felső világot, felismerjük a felső világot. Ez soha nem történt korábban. Csak egy kis embercsoport volt korábban, aki kimenekült Egyiptomból, és így tovább, és így tovább. Ez mind egy kisméretű embercsoporttal történt meg. A dolog, aminek most meg kell történnie nullával kezdve, az általános világban az összes nemzetekkel a törés után, az integráció után, ahogy mindenki összekapcsolódik mindenkivel, eljutottunk egy nagyon különleges állapotba, és én nagyon-nagyon örülök emiatt. Nem is tudom, hogyan mondjam ezt. El sem tudom képzelni, hogy milyen nagyok, milyen különlegesek vagytok, és hogy milyen szerencsések vagytok, hogy ez megtörtént, mivel több milliárdnyi ember közül végre van egy csoport, egy csipesszel kiválasztott pár ezer ember, ez nagyon különleges. Oké, van egy személyes kérdésem, mondja Simeon. Te
Te annyira, te nagyon sok workshopot akartál, akartad, hogy végigmenjünk ezen a workshopok sorozatán állandóan. Miért csináltad ezt? Nos, mi workshopokat csináltuk 10 éve körülbelül. A Vilniuszi kongresszus óta, 2012-től Ulyanovval való munkád után. Igen, mondja Rav. Mi azt találtuk, hogy mi megtaláltuk ezt a módszert, ezt a nagyon jó különleges módszert. Egyrészt mi összetartjuk a tízest ebben a beszélgetésben. A második az, hogy mi jó idézeteket találunk a lecke témájának megfelelően. És minden oldalról nagyon jó elemek vannak ebben, hogy bármilyen téma, amit csak el tudunk képzelni, azt kiválaszthatjuk, és dolgozhatunk azzal összességében, és mindenki képes beszélni erről, egyesül, kapcsolódik, hogy problémákat megoldjon, és így tovább. Tehát a nap végén az emberek nem tudnak aludni a leckén, bár látom, hogy néha ők, mint hogyha lehányott lenne a fejük igazából, de valójában részt vesznek. És mi képesek vagyunk ezt megtenni a témákkal, amit választunk, az emberek részt vesznek velünk minden nap. Egy nyilvánvaló megértésük van azzal kapcsolatban, hogy hol vannak, hogy mit kell tenniük, hogy mit történik a csoportban, hogy a csoportnak hogyan kell egyesülnie. Ez mind, ez a forma, ez mind a workshop formája adott nekünk, ami ebben a világban, ebben a fizikai világban működik. Ez egy nagyon, nagyon jó megközelítés, hogy megragadjuk a spirituális dimenziót. Oké, tehát barátok, kérjük, hogy képzeljetek kérdéseket kérdezni. Élőben még ott vannak a barátok, a teremben még mindig ott vannak, akik mindig utaztak haza. Hogyha van kérdésetek, azt kérdezhetitek élőben, összekapcsolódunk veletek. Tehát vannak már barátok, akik útmentén vannak, az almátai csoport az már utazik, barátok Kijevből, és ma van a nap, amikor a legtöbb barát hazamegy. És van ez az új időszak a kongresszus után, a felülemelkedés munkája, a valódi munka. Igen, persze, vannak zuhanások, mondja Rav, mivel a zuhanás az igazából nem zuhanás, ezt nem nevezhetjük zuhanásnak, hogyan mondjam ezt. Ez egy különleges állapot, a lélek és a test különleges állapota, amikor az őről emészt, magába szív mindent, amit megkapott, mindent, amit átélt. Mi nagyon sokat éltünk át, nagyon sok mindent mentünk keresztül, nagyon sok benyomást kaptunk, igazából nem tudtuk azt akkor megemészteni, amikor keresztül mentünk rajta. Mi csak belélegeztük, mint hogyha a szájunk tátva lenne. És most ezek az érzések, ezek a benyomások, ezek leülepszenek a lelkünkben, bennünk leülepszenek, és azok úgymond archiválva vannak a lelkünkbe, tehát fel vannak dolgozva, és bekerülnek a könyvtárba, a belső könyvtárba, és ezeknek a ennek az anyagnak köszönhetően, amit magunkba szívtunk, mi felemelkedünk a következő szintre. Az összes korábbi tudásunk, az megkap egy emelkedést. Oké, van kérdésünk arról, hogy a workshop, tehát kérdezzük meg. Igen, ez egyik az nagyon éles, másik érdekes kérdés, hogy Irina Erkuszból kérdezi, hogyan kapjuk meg az erőt, hogyan kapjuk meg az kapcsolat erejét a workshop során? Vajon a kabbalisták, a korábbi generáció kabbalisták is használták a workshopot? A korábbi kabbalistáknak is volt tízesük, de nem
az nem volt ugyanaz a helyzet, mint velünk. Az olyan volt, mint az Ari csoportja, 5-6 ember, akik csak ültek, tanultak együtt tanultak, más csoportok, mint a Ramchal, de ők nem voltak, nem dolgoztak annyira aktívan a közöttük levő kapcsolatom, hogy annyira mélyen vele menjenek a kapcsolatban, mivel a mi időszakunk más, Ez nem csak a kabbalai szempontjából, hanem mindannyian ti és mindannyian érezzük, hogy mi történik velünk. Mi kényszerítve vagyunk, hogy egyesüljünk a kontinensek között. Mi kényszerítve vagyunk, hogy megszervezzük ezeket a kongresszusokat, ezeket a találkozókat, amit senki el sem tudott képzelni, hogy szükség lesz egy ilyen dolog. El tudott képzelni 80 ország. 80 ország gyűlt össze most. Barátaink 80 országból jöttek. 5000 ember összegyűlve egyetlen helyen. Én nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy fejezem ezt ki. Fordítás 30-40 nyelvre. Ez valami olyasmi, ami összezavarja az embereket, ez nem létezik a természetben. Én nagyon sok világ találkozón voltam Európában, Amerikában, Észak-Amerika, Dél-Amerikában, más eseményeken, nem a mi kongresszusainkon, és nem létezett egy ilyen dolog. Általában ez mindig angolul van, nincs más nyelv, senki nem gondol arra, hogy lefordítson ennyi nyelvre. Hogyha valaki meg akarja érteni, akkor saját fordítót, interpretálót kell hozzá. Természetesen nincsen fordítás valamilyen automata rendszere, mint nekünk. Nincsenek úgymond élő adások 30 országba, hogy azonnal választ kapjanak, élőben választ kapjanak. Ez egyszerűen nem történik. Meg kell értsük, hogy az információnak a mennyiségemre dolgozunk, a volumene az információnak, ami átfolyik rajtunk. Én nem csak arról beszélek, hogy nem csak a kongresszusra magára gondolok, hanem minden, ami a kongresszus körbeveszi, ugye a szolgálat, a pincérkedés, ahogy egymást kiszolgáljuk, minden, amit csinálunk. De ez nem csak első osztályú, ötcsillagos szálloda, hanem annak alapján, amit képesek vagyunk megérni magunknak, és igazából nincs szükség semmi másra. Nincs szükség semmi másra. Ez, én azt hiszem, hogy ez a mi formák, amiben dolgozunk. Szimjön kérdez, Ludmilla hozzátesz egy másik, máskor nem voltak workshopok ennyire, és most, tehát hogy lehet más időszak egy időtlen módszerben? De az edény változik, mondjára, nem az idő változik, az edény változik, tehát nem arról van szó, hogy idő meg, ez a hatalmas szféra, amit korrigálnunk kell, amit úgy nevezünk, hogy az Ádámnak a lelke, az állandóan változik, mi állandóan korrigáljuk azt, mi egyre mélyebbre megyünk annak a belső önzőbb rétegeibe, és látjuk a mi világunkban, hogy az önzőség hogyan jelenik meg egyre erősebb, egyre agresszívebb, egyre nyilvánvalóbb lesz, és akkor a felső fény vonzásának a módszer is változik. Rav, mi vonzuk a fényt, és ez az erősebb fény, ez az egónak mélyebb rétegeit fedi föl. Mi megpróbáljuk korrigálni ezt, megpróbálunk összekapcsolni egymás között az egó fölött, az egó ellenére, és akkor mi növeljük ezt az illuminációt, a fény ragyogását, és akkor ez mint a 22-es csapdája, forog körbe-körbe, mint egy 22-es csapdája, vagy egy ördögi kör. Kérdés, hogyha engem nem érdekel, hogy halljam, hogy a többi résztvevő mit mond a workshopban, hogyha valami értelmetlen dolgokat beszélnek, én
magamat szeretném hallgatni, vagy olyanokat, mint én. Lehet, hogy nem volt a kongresszuson ezt feltevésem. Igen, megértem őt, és igaza van, nem akar másokra beszélni, nem szeretné, hogy vele hasonló emberekkel beszélni, de a Kabbala bölcsetének megfelelően neki meg kell hallgatnia engem legalább, hogy vegyen könyveket, amiket nagy kabbalisták írtak, és tanulmányozza azokat kezdetől végig. És akkor, hogyha jó tulajdonságai vannak, akkor majd elkezdi érezni, hogy mi történik a könyvben, de ez nem teszi őt egy kabbalistává, mivel nem lesz egy helye, egy edénye, egy hálózat, egy eszköze, amelyel képes lenne érezni a felső világot. Ezt egyén nem tudja érezni. A felső világ az akár egyszerű kezdő kabbalisták közötti kapcsolatban érződik, akik megpróbálnak összekapcsolni egymás között. Minden csak kapcsolaton belül érződik. Nem annyira, hogy képesek a kapcsolatra, hanem hogy próbálják. Inkább az a lényeg, hogy megpróbálják, és nem képesek. Persze ez a histokekut, a sóvárgás, hogy ezt kabbalában mondják, ez a fontos, a sóvárgás a jó állapotra. Ez nem a tudásról szól, hogy valaki mit ért meg a könyvből. És valójában a kabbala az nem hatol be a személybe az értelmén, az intellektusán keresztül, csak az érzésén, csak a sóvárgásán keresztül. A kabbala maga, ez az adathalmaz, ez az információ, ez az emberek között jelenik meg, amikor mi sóvárgunk egymás felé, és létrehozzuk ezt az erőterét a kölcsönös vonzásnak, akkor közöttünk mi elkezdjük felfedni a teremtőt, a Naranháj fényét. Ez az, ahogy ez történik. Tehát, hogyha ti szeretnétek elérni a felső világot, akkor annak, aki szeretné elérni a felső világot, annak kapcsolatba kell kerülni kabbalistákkal. Hogyha csak tudást akar valaki, akkor mindezeknek az erőknek a neve a kabbalában, a cselekedete, akkor tanuljatok a könyvekből, és nem kell több kérdés. Yuri Moszkvából kérdezi, hogyha a spirituális emelkedésnek az állapota az érződik, ez spirituálisan, és semmi nem tűnik el a spirituális világban, akkor én képes vagyok mindig összekapcsolni az állapotot, képes vagyok erőt kapni ezekből az állapotokból, nem ilyen magasztos állapotokat, hanem képes vagyok szemben állni az előző állapotot. Valójában nem csinálunk ilyet, mi nem fordulunk múltbeli állapotok fele, nem nézzük az állapotokat, amin keresztül mentünk már. Nincs múlt, mi csak a következő állapot fele haladunk. Mi csak azt akarjuk, hogy minden előre húzzon minket. Nem szabad sajnálkozni a múlttal kapcsolatban, vagy visszatérni a múlttal, még akkor is, hogyha az állapot, ami most van, az rosszabb, mint ami korábban volt. Valójában ez egy új állapot, egy új állapotban megyünk. Minden nap mi új resimót, új információt kapunk, egy új törött edényt kapunk, és nekünk azt ki kell javítanunk, korrigálnunk kell, a törött edényt felfedezünk, és egy magasabb állapotba kell mennünk. Van egy idézet, felolvashatom, kérdezi Sasha Kozlov, az egész túra az egyetlen szent név. Az egész munka az a teremtő munkának a fejlesztéséről szól, ahol az összes fillérek nagy sumá válnak össze, az összes erőfeszítés, az összes felülemelkedések azok elhoznak minket a megszerzés tulajdonságától, az adakozás tulajdonságába. Akkor mi viszonyulhatunk ez valahogy ezekhez az állapotokhoz, amiket érzünk a kongresszus után? Hát igen, persze. Mi egymás között kapcsolódunk össze, rabrajzol. És akkor kapunk egy bizonyos edényt például, ez például mondjuk azt, hogy ez az edény vagy doboz. Kapunk egy bizonyos edényt, ez a mi edényünk, ez a mi egységünk, és mondjuk azt, hogy én itt vagyok. Te is itt vagy, és az összes barátaink, férfiak, nők, teljesen mindegy, hogy kicsodák egyénileg. Mindenki felemelkedik ebbe a közös edénybe. Mindenki be akar hatolni ebbe a közös edénybe, és teljesen mindegy, hol vagyunk, kik vagyunk. Be akarunk lépni egy közös edénybe.
És akkor ezen az edényen keresztül, ezen az általános edényen keresztül, közös edényen keresztül, mi elkezdünk összekapcsolódni, mindannyian együtt, korábbi kabbalistákkal együtt, akik megtöltik ezt a volument, ezt a tért, ők megtöltik ezt a teret, és akkor mi azáltal, hogy felemelkedünk erre a helyre, mi benne foglalhatjuk magunkat ebben a közös masszában, ebben a közös térben. Egy kicsit nehéz ezt grafikusan kifejezni, de valójában ez így van. És az összes ember, akik a kongresszuson részt vettek, mi elértük ezt az állapotot, a BB állapotát, ahol mi benne foglaltattuk magunkat Ádám általános lelkében. És ez az, amit értünk az alatt, hogy az összes felemelkedések összegyűlnek egyetlen nagy summával. Igen, igen, és az Ádám az, amit a korábbi kabbalisták létrehoztak, tehát ők előkészítették nekünk ezt a termőföldet, és mi összekapcsolódunk ezzel az állapottal. Oké, és akkor mindenki elérte ezt, és akkor visszatérnek a körbe, a kicsiny köreikbe, egyénileg visszaesünk a sércén. Nos, igen, mi benne foglaltatok magunkat egy bizonyos állapotba a kongresszuson, de nem térünk vissza a korábbi állapotba. Ez nem azt jelenti, hogy mi lezuhanunk, mindenki visszazuhan a saját világába. Ez az általános állapot, ez már létezik, tehát itt nincsen zuhanás, hanem eltűnik a nézőpontunkból, a víziónkból, hogy újra és újra fel kell építenünk, filléről fillére be kell gyűjtenünk ezt egyetlen edényé. Tehát akkor, amit a rabas úgy nevez, hogy felülemelkedés, ez egy plusz a munkában annak érdekében, hogy érezzem a kapcsolatnak ez az általános állapotot, az egységet? Igen. Nos, valaki kérdezi, tehát akkor hogyan egyesülünk pontosan, hogyan lépünk egységre? Mi egyesülünk azáltal, hogy az önző vágyaink fel akarunk emelkedni egy közös sovárgásban, a tízesben. A tízes az valami, az igazából nincs mérete. Vehetünk 1 millió embert, és mondhatjuk egy tízes, és vehetünk 2-3 embert, és hívhatjuk tízesnek, amikor az emberek egységre lépnek egymás között, a tízesük, az egójuk fölött, ezt nevezzük tízesnek. A egység az egó fölött, ez a tízes, független attól, hogy hány ember csinálja. És akkor itt van, amit a Rabas ír, hogy a 24. cikkében írja Rabas, mit mond, hogy állandóan óvnunk kell a nap állapotát, amikor a nap állapotában, akár a nap állapotában, akár az éjszaka állapotában fel kell ébresztjük a barátoknak a szívét, és ennek köszönhetően kiérdemeljük, hogy felébresztjük a teremtő szeretetét ránk. Ez az egyik Twitter volt, amit ma ravít. Igen, ez nagyon nyilvánvaló. Ez, mint hogyha a szöget ütnénk. Igen. Ez nem számít, hogy nappal érzed magad, vagy éjszakának érzed magad, jónak érzed, vagy rossznak érzed, hogy tiszta, vagy nem tiszta, megérted, vagy nem érted, nem számít. Összezavaró gondolataid, érzéseid vannak, hogyha te állandóan nem magadra gondolsz, hanem arra, hogy felébreszed a barátok szívét, akkor nyilvánvalóan a jó irányba mész. Teljesen mindegy, hogy mi van benned, valami ködös érzés, te nem érted, vagy éppen megérted, és még inkább meg akarod ismerni az állapotot, akkor nem. A kapcsolat a barátok között az a legfontosabb, mivel velük együtt kezded el érezni a teremtőt, a velük való kapcsolatban. Egy pillanat, ott van Alma Ata. Alma Atából kérdés. Halló. Slusna minja. Hello, drága Rav, világcsoport, van egy kérdésem. Én a második szemeszterben tanulok a kampuszban. Nagyon erős hiányosságom van, hogy elmenjek a reggeli leckére, de a csoportban
van egy szabály, hogy addig, ameddig valaki keresztül ment a kampusz összes részén, addig nem mehet valaki a reggeli leckére. Hogyha az idők változnak, akkor esetleg érdemes egy másik megközelítést találni, és hogyha én részt veszek a reggeli leckén egy tapasztalt csoporttal, akkor egy ilyen módon megtanulhatom, hogy többet tanulok az egységre, és képes vagyok ezt átadni a fiatalabb csoportnak. Szeretnék részt venni a tükörkongresszuson, de arra sem voltam meghívva, azon sem szabadott részt venni, bár egyedül néztem az egész kongresszust, és néztem, csatlakoztam különböző csoportokhoz. Tehát van egy kérdésem, hogy csatlakozhatok a reggeli leckéhez az Alma Atai csoportban, mivel úgy tűnik, hogy rajtad kívül senki nem hozhat döntést. Csak egyet tudok neked mondani, mondja, hogy rajtam kívül ez a kérdés, ez megoldható bárki által, de nem általam. Fontosan, hogy én nem oldhatom meg ezt a kérdést, mondja. Nekem semmi közöm ehhez. Több ezer ember kérdez engem állandóan, azt kérdezik, hogy hol tanuljak, mit tanuljak, nagyobb csoport, kisebb csoport, mit csináljak, ezt csináljam, vagy ezt csináljam. Én nem tudok semmilyen tanácsot adni senkinek. Nekem nincs jogom ezt megtenni, hogy beleavatkozzak a tanulási folyamatba és a csoportokba magában. Nincs jogom beleavatkozni, ezt én nem tehetem meg. De neked csak a többiek vannak, neked csak a többiekkel beszélhetsz. Azt mondod, hogy te szeretnéd, és hogy miért nem csináltam ezt. Nos, a csoport menedzsmentje dönti majd ezt. Hogyha ezt döntötték, akkor én nem tehetek rájuk nyomást. Nem, ez nem lehet. Én adhatok tanácsot, és ők meghallják, amiről beszélünk. Lehet, hogy nekik egy kicsit érzékenyebbnek kell lenniük a tanítványok kérdéseire, de általánosságban, hogyha nincs egy szisztematikus tudásanyagot még először, az, hogyha az megállítja egy szemét, akkor ez megakadályozhatja valakinek a fejlődését. Tehát én nem mondhatom azt, hogy nyilvánvalóan igazad van. Természetesen van egy nagy sóvárgás, hogy tovább lépjél is, ez nagyon jó. Mindenesetre nézted a kongresszust, amúgy is a következő kongresszuson már velünk leszel, és akkor esetleg a kongresszusok között az év során lehet, hogy még Almatába is eljutunk. Ugyancsak van Nur-Sultán. Hogyha van Alma-Ata, akkor persze van a Nur-Sultán is Kazaksztánban, meg van Astana, vagy nem tudom, hogy az Astana lett a Nur-Sultán, mert ezt megváltoztatták évközben a nevét. Oké, hallottak? Igen, igen, persze, mondjad, mondjad. Én szeretnék egy kérdést kérdezni, esetleg nem erre a témára vonatkozik, de vajon siessek, vagy próbáljam az időt, tehát a siessek, vagy próbáljak az időt. Persze, hogy fel kell gyorsítani az időt, azt hatékonyan kell felhasználni az időt. Nekünk egy olyan módon kell cselekednünk, ahogy ezt a kabbalisták tanácsolják, hogy mivel töltsünk időt, és mire ne pazaroljunk időt. Nem kell sietni, de az időt egy racionális, hatékony módon kell kihasználni. Olvasnod kell a könyveket, és meg kell nézni, hogy a könyvek mit írnak erről, hogy a források mit írnak erről, hogy az időt ugye használjuk fel hatékonyan. Azerbajdzsán. Először is szeretnék köszönetet mondani az összes szervezőknek, kongresszus szervezőinek ezért a hatalmas ünnepnapjáért a léleknek. Tehát a kérdés a belső munkával kapcsolatban a tízesben. Haim Vital, az Arinak ugye a tanítványa írta, hogy annak érdekében, hogy felemelkedjünk a spirituális munkában, ahol érezzük a teremtő valóságát,
nekünk el kell vennünk a gondolatokat, az illúziókat, amit az állati természetünkből kapunk, akkor hogyan veszünk részt a workshopban a helyes módon, amikor zuhanásban vagyunk. A zuhanás során magyarul igazából nincs miről workshopolni, és ugyanez az emelkedés állapotában, hogy állandóan egyesülnünk kell a tízessel, ennyi a tízessel kell egységben lenni. Nincs semmi más, amit tenni kell, csak legyél a tízesben, amikor a mértékben képes vagy, és akkor minden helyes lesz. Nem a saját állapotodra kell fókuszálni, hogy kapcsolatban legyél. A módszer nagyon egyszerű. Neked fel kell fedjed magadat, érezned kell magad a kapcsolatban, a tízessel kapcsolatban, csak ott jelenik meg minden, akkor felfeded az erőteret közöttetek, ami saját magad érzékez, ez teljesen haszontalan. És hogyha amíg közöttetek ezzel, az válik a felső világ érzetével, és akkor felfeded az Teremtőt, ami a saját fejünkben, szívünkben játszódik, az teljesen értéktelen. Te, a csoport, az erőtér közöttetek is a Teremtő, ami ott megjelenik, csak ez a számít, az, hogy benned mi van, az nem számít. Következő kérdés. Vajon van egy lehetőség, hogy letérjen valaki az útról, amikor kabalát tanul? Lehet, hogy valaki letér az útról? Rav, letérhetsz az útról, hogyha nem hallgatsz a tanára, vagy ha azt hiszed, hogy jobban tudod a dolgot, mint a tanár, de nem tudhatod jobban a dolgot, mint a tanár, mivel a tanár már keresztül ment ezen. Ez nem az értelmen múlik. Voltak olyan esetek, ahol a tanítvány az sokkal kifinomultabb, érzékenyebb volt, mint a tanár, egy értelmesebb intellektussal, mint a tanár, de a tanárnak viszont van tapasztalata, és a kabalában a tapasztalat a legfontosabb, ami az ember átmegy. Tehát a kabalában ez jobb, a tapasztalat többet ér, mint az intellektuális tudás. Kérdés, miért kell időt töltenem olyan dolgokon, amely nem vonza a fényt? Ugyan értsem meg, hogy mi ad erősebb erő, felébresztő erőt. Tehát volt egy kérdés a workshop-al kapcsolatban, ahol nem tanulunk egy közvetlen módon. Mit akarsz mondani, hogy másfajta módon tanulás, ez egy magasabb ragyogást ad? Másik kérdés, esetleg segít minket. Balaszulam írja az előszó a teszhez, a tíz fiatalományhoz, hogy csak is a forrásokon keresztül vonhatjuk a fényt. Tehát, hogyha a workshopot csináljuk, hogyan csináljuk ezt? De mi mindig a forrásokból olvasunk, a forrásokra alapulnak a workshopok, mindig az Arabás és a Palászulán cikkeiből olvasunk az idézeteket, amikor, vagy az Ariból, tehát ez nem helyesen, amit mondanak. Az egyetlen dolog az, hogy mi bizonyos idézeteket veszünk, arra alapozzuk a kérdéseket, a leggrafikusabb, színesebbeket, hogy azok felébre veszenek minket, és adjanak nekünk egy érzést, ellenmondások érzetét, hogy képesek legyünk tanulmányozni a kérdéseket, amiket tanulunk, és egy ilyen módon nem. Tehát, amit mondott a kérdező, mi nem saját értelmünket forgatjuk, hanem a forrásokra alapul minden, amit tanulunk. Oké, és mi együtt tisztázzuk, hogy mi van írva, és akkor azokat keresztül vezetjük magunkon, nagyon sok belső cselekedetet hajtunk végre. Igen, nem értem ezeket a panaszokat, mennyirem, de jó, hogy vannak panaszok, jó, hogy vannak a panaszok, hogy megvizsgáljuk ezeket. Esetleg ez valami, amit tisztáznunk kell. Talán valaki más kérdezi, hogy mi teszi a szemét kabalistává. A személy akkor válik kabalistává, a tanulás maga nem teszi kabalistává, a tanulás nem. A kabalistának éreznie kell a spirituális világot a kapcsolatban, a közöttünk levő kapcsolatban. Tehát a tanulás maga az nem tesz senkit kabalistává, hanem érezzünk el a kapcsolatot közöttünk, mert a teremtő abban jelenik meg. Nekem fel kell emelkedni
felemelkednem arra a szintre, ahol érzem a tízest már, és akkor a tízesben felemelkedem arra a szintre, ahol már érzem a teremtőt, a forrást a tízesben. Ez az elérés, ez a felső világ elérése. Én, a tízes és a teremtő. Oké, tehát az összes tízesek a workshop során mi olvasunk egy rövid idézetet, és mi tisztázunk valamit, mi beszélünk valamiről, a belső állapotról, az erőfeszítésről, amit teszünk, akkor hol van a haladásnak a jeleit, hol van a haladás jele, mi a személyes munkánk, amit tennünk kell, annak érdekében, hogy érezzük a lehető legjobb módon, miután olvasunk egy idézetet. Rav, én érzem a felső fény hatását a sóvárgásom szintjében, amikor mentében sóvárgok a fényre. Ez a kapcsolódásnak az eszköze közöttünk, hogy mindenki meg kell összekapcsolódni egy emberi, egy szívvel. A barátok és én mindannyian közösen megpróbáljuk megtalálni ezt az általános adakozó erőt közöttünk, mi felkészítjük a hálózatot közöttünk egy olyan állapotra, amikor az már képes lesz elfogadni a teremtőt, képes lesz elfogadni, érzékelni a teremtőt, mely a kapcsolatok a forrása. Ez az, hogy ez működik. Oké, esetleg hangsúlyozhatunk valami elemét ennek a munkának, hogy esetleg a kölcsönös lenulázás, kölcsönös integráció, hogy esetleg a kezdők ne érezik ezt az ellenállást. Úgy tűnik nekik, hogyha mi olvasunk valamit, akkor dolgozunk, és hogyha nem valamit megbeszélünk, akkor az nem értelmes munka. Hogyan tudjuk hangsúlyozni ezeket a munka elemeit pontosabban, hogy mindenki érezze, hogy mit csinálunk? Tehát, hogy maga a tanulás, az annyira nyilvánvaló, nekem nagyon nehéz beszélnem erről, mondja. Oké, nézzük ezt a következő módon. Mi elkezdjük a munkánkat, tehát ez azonnal kezdődik. Egy lélek van, ugye kezdetben egy lélek létezett, egy vágyak összekapcsolt integrált rendszere, és mindegyik vágy az csak egy olyan módon létezik, ahogy képes kiegészíteni másikat. Ugye mindegyiknek megvan a saját szerepe, mint a fogaskereket. Próbáljuk elképzelni egy geometriai formában, egy egység, egy szféra formában. Az összes vágyak, tulajdonságok összeolvadnak egymással, és akkor ez a konstrukció összetért számtalan részre, 600 ezer részre, és még több egyéni lélek részecskére. A célunk az, hogy ismét összekapcsoljuk azokat egymással, amikor cselekszünk, amikor az egónk ellenében cselekszünk, akkor ennek a kapcsolatnak az ereje megjelenik számtalanszor erősebben, színesebben, mélyebben, mint korábban, amit éreztünk kezdetben, amit éreztünk egymás között, ez nagyon kicsi ragyogás volt, a nefesenek a fénye, ami kezdetben a lélek érzettek teremtése után, de most, hogy mi összegyűjtjük a közöttünk levő kapcsolatot az erőfeszítésünkkel, akkor megkapjuk a Naranhai de Naranhai fényét, azaz, hogy a legmagasabb fényét, a Yehida fényét, az egység, a valódi egység fényét, a Yehida szóból. És akkor egy ilyen módon majd érezzük a teremtményt a mínusztól plusz végtelenségek teljes mélységében összes formában. Abszolút elérésben, mindenkinek az abszolút elérésében. Ez a munkánk. Annak érdekében, hogy ezt megtegyük, mi nem tanulhat mindenki saját könyvéből. Nekünk össze kell kapcsolódnunk egymás között. Az összes kabbalisták írnak erről a legelső kabbalistáktól kezdve. És ezt nem csak elméletileg, hanem a gyakorlatban is. Mondjuk azt, hogy Ábrahámtól kezdve volt, bár nem ő volt az első, de mondjuk azt, hogy az Ábrahámtól kezdődőleg. Tehát a Kabbala bölcselete felfedése óta, majdnem 6000 éve, a legelső felfedéstől kezdve, потом только появился Авраам в древнем Вавилоне,
Ábrahám valójában körülbelül 3000 évvel később jelent meg, miután ez a bölcsesség megjelent az emberiségnek, és akkor ő felfedte ezt a saját maga módján, mint az egység eszköze, az emberiséget egyesítő eszköz, és aztán még 1000 évvel később, még 1500 után Rabbi Akiva, aztán megint 1500 évvel később az Ari megjelent, és aztán még utána válaszolom. Tehát ma van minden, ami rendelkezésünkre áll, az összes történelmi fázisból van egy felújított verziója a módszernek, és nekünk meg kell értenünk, hogy mi csinálunk a workshop során. Ez nem egyszerű. Mi nem egyszerűen csak követjük a módszert, hogy csak forgatjuk a lapokat, és követjük az instrukciókat, ahogy ez nagyon sok más munkában vagy tanulásban megtörténik. Én dolgoztam a repülési iparágban a repülőket felkészítve, hogy ezek működjenek. Rengeteg instrukció, műszer van. Egyszerűen csak követni az instrukciókat. Nyomd meg ezt, kövesd az nyilat, és így tovább. Minden az instrukcióknak megfelelően történik. És itt ez nem ugyanilyen módon működik. Nekünk éreznünk kell. Éreznünk kell magunknak, és új formákat kell éreznünk, új tulajdonságokat kell éreznünk. Ez valami teljesen más. Ez valami teljesen más rendszer. És ezt kell tennünk, de ezt csak a csoporton keresztül lehet csinálni. Mindegyes alkalommal mi felkészítjük magunkat a következő repülőútra, az következő felszállásra. Rostov. Nos, ezzel kapcsolatban, tehát hogyan ellenőrizzük le az érzékenységet a barátok között a tízesben? Az érzékenység a tízesben, mondja Rav, azáltal emelhető, hogyha mi helyes viszonyokat építünk a barátok között, csak a helyes viszonyokon keresztül, csak a helyes viszonyokon keresztül a barátok között. Amikor együtt vagyunk a barátokkal, számtalan különböző viszonyban, amikor mi megpróbáljuk ezeket az állapotokat, mindezeket az állapotokat egy teljes kölcsönös egységbe elhozni, felemelkedve az ego fölé, megpróbálva állandóan egy ölelésben lenni velük, segítve őket az összes probléma ellenére, és a problémák nagyon érdekesek, egy nagyon nyilvánvaló módon. Ezekből az ellentétes állapotokból kölcsönös távolság, és így tovább, ugyanakkor meg a vonzódás és szeretet az ellenállás felett, ellenállás ellenére. Ezen a két állapoton keresztül mindenfajta hidakat építünk egymás között, és akkor lassan-lassan létrehozunk egy hálózatot közöttünk, és ez a kapcsolathálózat, ez megszervezi a spirituális edényt, ahol mi felfedjük meg a Teremtőt. Oké, Szófiából, nem, Bulgáriából kérdeznek. Nem halljuk, ugye? Lubomir, nem hallunk. Nem halljuk Lubomirt, most már hallani. Most már hallani Lubomirt. Igen, most már hallani. Igen, hallunk, mondjad. Hogyan tudjuk azt, hogy hol vagyunk, hogy vajon mi a felgyorsulás útján vagyunk, az Ahiséne útján vagyunk, honnan tudjuk? Mi ezt megértjük a folyamatból, amin keresztül megyünk saját magunkon belül, hogy minden hogyan változik közöttül, mi megértjük ezt egy bizonyos módon, másrészt viszont látjuk ezt a világban is, ahogy a világ mind megy keresztül, egy felgyorsított állapotokon keresztül, egyik extrémtől a másikig, különböző
különböző módokon. A generáció az nagyon gyorsan változik. Az új generáció az 7-8 év, és utána teljesen új generáció, bocsánat, 70-80 év után teljesen új generáció. A világ felgyorsul, a világ egyre jobban gyorsan. Mi egyre inkább megértjük ezt, mi egyre erősebb kapcsolatban vagyunk, kommunikációban vagyunk. A kommunikáció az hihetetlen manapság ugye az emberek között, és ez egyre inkább így lesz, ameddig nem kezdjük el érezni egymást. Már nem is használunk telefonokat, hanem egy általános érzésbe leszünk, nem is veszünk majd észre, hogy ez a mechanikus kapcsolat, ez hogyan érződik majd, mint egy érzés. Kapcsolat az érzéseken keresztül. Majd érzem, megértem az embereket, esetleg a világ másik oldalában. Ez lassan-lassan átvezet minket a technológiai eszközökből az érzések felé. Oké, okay. Van egy kérdés YouTube-on, nagyon jó kérdés. Kérdése YouTube-on keresztül, hogy vajon a boldogság, ami a mások szolgálatából jön, vagy a fény, amiről beszélünk, hogy ez valami más. Igen, ez ugyanaz a fény, de nem ugyanaz a fény, amit most érzünk. Amikor mi szolgálhatjuk a többieket, amikor képesek vagyunk adni másoknak, hogy felfedjük magunkat másoknak, hogy befolyásoljuk őket, akkor egy ilyen módon a fény keresztül folyik rajtunk. Ez nem ugyanaz, mint amikor boldogságot érzünk és támogatást érzünk, ez sokkal magasabb. Ez a teremtő felfedése, azaz, hogy a teremtő rajtam keresztül befolyásolja, kezeli a másokat. Oké, okay. Habarovszkból Szergei kérdezi, a Kabbala bölcsetének az eszenciája, az a gondolatok és a szándékok eszenciája a lelkek között. Mi a legjobb eszköz, amely megadja ezt a spirites ragasztót, amely összekapcsol minket? Azok akkor egyesülnek, amikor mi együtt akarunk lenni a tízesben egy ilyen magas szinten, hogy mi érezzük a közös sóvárgást, mi érezzük a közös gondolatokat, ez egy teljesen új érzés felfedése, kölcsönösség új érzésének a felfedése, amely soha nem történne korábban az életben, a valóságban. És az ugyancsak nem spirituális összességében, ez valami egyetlen erőtérnek a felfedése, és mi ezt úgy nevezzük, hogy a Föld, melyet a Teremtő megáldott, és akkor mi folytatjuk ezt tovább, ameddig nem kezdjük gondolatban, érzésben, a szándékánkon keresztül, mi elkezdjük érezni, hogy segíteni akarjuk egymást, hogy felfedjük magunkat egymáson keresztül, és akkor minél inkább mi hangoljuk ezt a kapcsolatházatot közöttünk, ahol létezünk, hogy ez létezik, érezzük, hogy mi elkapunk egy bizonyos halat, nem is mondanám, hogy halat, hogy egy delfint elkapunk ebben a hálózatban. Ki van ott ebben a hálózatban, kit találunk? Ez a teremtőt találjuk meg. Érezzük ezt az eszenciát, a teremtő eszenciát. Kérdés a kapcsolatról barátok között. Vajon szükséges ez, hogy a barátok ugyanazt érezzék, amit én? Nem kell, hogy a barátok ugyanazt érezzék, mint te. Te lehetsz teljesen más szinten a csoportban, és ez nem jelent semmit. Ne próbáljad magadat valami standardhoz beállítani, nincsenek standardok a spirituális csoportban. Mindenkinek megvan a saját lehetősége, hogy befolyásolja a többieket egy pozitív módon, hogy egyesítse többieket, hogy mant emeljen a teremtőhöz. Ez a legfontosabb. És ez az, hogy haladunk előre. Nem kell hasonlítgatni, hogy ki az, aki magasabb, ki az, aki alacsonyabb. Amikor mi összegyűlünk mindannyian közösen, akkor, amikor mi érezzük egy kicsit erősebben, hogy mi egyetlen integrált rendszerben létezünk a tízesben, akkor lesz egy általános felfedés a teremtőnek, egy általános fény, egy általános
kapcsolat az erők kombinációja. Annak ellenére, hogy mindenkinek más érzékenysége van érzésekben, vagy más tudás, vagy más értelem, vagy más matematika megértése, amikor összehasonlítjuk a gondolatainkat és az érzéseinket, akkor ez az összes különbség el lesz törölve a tízesben, és egy teremtő jelenik meg mindenki számára. Mac Virtuális Group. Hello mindenkinek. Kérdés az, hogy mennyire vagyunk felkészültek arra, hogy alkalmazzuk a szeres felebarátot, mi saját megadott alapelvét a külső világban, és mikor jött el az idejének. Ma még nem tudjuk ezt csinálni a külső világban, az emberek azt hinnék, hogy megőrültünk, vagy hülyék vagyunk, és ez csak kárt okoz a terjesztésre. Nekünk nyilvánvalóan részt kell vegyünk terjesztésben, amikor a mértékben csak lehetséges, olyan széles körű terjesztésben, amikor a mértékben csak lehetséges, hogy ezt a reggelőzken is hallottuk, az a terjesztés a legfontosabb. Mindenfajta cikk cikkeket kell írni, esetleg rövid memókat, rövid, de nem kell megpróbálni, annak ellenére, hogy beszélünk el egymás között, de nem kell megpróbálni más embereket közelhozni magunkhoz ennek alapján. Azt hiszik, hogy valami illúziót vagy utópiát. Azt hiszik, hogy mi naívak vagyunk, igen, hogy naívak vagyunk, hogy túl idealisták vagyunk, és így tovább. Mert nem tudják, hogy pontosan miről beszélünk még, hogy ez mennyire embertelen, ugye elérne valódi szeretetet. Ez kárt okoz. Megértik, hogy igazuk van, de egyelőre ez eltaszítja őket, nincs szükség még erre. Nem kell erőszakra vonzani őket magunkat, nem kell így cselekedni. Na, mi mást javasoltok? Krasznodar. Krasznodar. Hello, Rav. Van egy kérdésem. Arról, hogy érzékenység és interakció a barátok között a csoportban. Tehát például a Mac Online-on, amikor az oroszul beszél kampuszon, esetleg nem értettem ezt a helyes módon, amikor el lett magyarázva az interakciónak a kultúráját a csoportban. Én azt hittem, hogy minden az anyagi dolgokra, ami az anyagi dolgokra vonatkozik, aztól akkor eltávolodunk egymásra, jól értem, hogy ez kárt okozhat a spirituális haladunkat, tehát a materiális dolgokban nem kapcsolódunk. De ezen a kongresszuson egy olyan erőteljes fizikai kapcsolat is volt, hogy empátia egymásra lehet, hogy fejfájásom van, és a barát az azonnal hozza a tablettát, annak, hogy beszélnék, kiveszi a zsebéből a tablettát, és azt ugye odaadja nekem, és ez olyan érzés, mint hogy egy erősebb kapcsolat, de a következő találkozón meg szégyent érzek, úgy érzem, hogy tartozom neki valamivel, és kényelmetlen érzem magam a legközelebb, amikor találkozom vele, mert adott nekem valamit önzetlenül. Tehát hogyan cselekedjünk egy ilyen módon egymás felé. Ez hogyan befolyásolja a spirituális haladásunkat, Raf? Neked egy olyan állapotot kell elérjél, amikor nem érzed kényelmetlennek magadat a másik szemben, amikor ez közelebb hoz titeket egymáshoz, amikor ez közelebb hoz titeket egymáshoz, mindenfajta számítások nélkül. Én adok a barátnak egy lehetőséget, hogy segítsen engem, és én boldog vagyok, hogy lehetőséget adtam neki, és örülök, hogy vannak ilyen barátok, akik segítettek engem, és érezték, hogy szükségem van segítségre. Nincs adakozó vagy megszerzőit egy ilyen integrált rendszerben. Mindenki ad, mindenki megszerez. Tehát ha gyógyszert adok a barátomnak, akkor adakozok neki, mert adhatott nekem gyógyszert, és adakozok nekem, mert ad. Ezt így kell érezzétek. A kapcsolat általános hálózata nincs olyan állapot, ahol én elfogadok, és te adsz, vagy én adok, te elfogadsz. Az adakozás és megszerzés, ez egyenlővé válik ebben a rendszerben.
azok egyelővé válnak. Hogyha én adok valakinek, akkor én nem adok, hanem én kaptam tőle, hiszen megadta a lehetőséget, hogy adhassak neki. Tehát adok neki egy tablettát, a fejfájásának, de igazából kaptam tőle a lehetőséget. Én vagyok az, aki kaptam tőle, mert adakozhatok. Tehát itt valószínűleg éreztétek egy bizonyos értelemben a kongresszusi viszonyokban. Én nem érzem, hogy én adok vagy megszerzek. Ez egyszerűen csak egy cselekedett kölcsönös kapcsolat, kölcsönös adakozásnak az állapota közöttünk. És ki az, aki a kezét kinyújtja a barát felé, és kinek van tele a keze, kinek üres a keze, ez nem számít. Az integrált kapcsolatban, az integrált rendszerben közöttünk a megszerzés adakozás cselekedetei, ez igazából nem számítanak, hogy ki éppen mit cselekszik, ad vagy elfogad. Tehát ez csak egy eszköz a kapcsolatra. A szándéka fontos. Mindezek a fonalak, a kapcsolódási fonalak, amik összekapcsolnak mindenket ebben a hálózatban, azok mind egyelővé válnak, és a teremtő tulajdonsága megjelenik bennük. Oké, kérdezzük Szocsit. Én csak szeretnék visszatérni a workshop kérdéséhez, hogyha ez valami új dolog a mi időszakunkban, akkor esetleg, ahogy Rav mondta, akkor esetleg a telefonokra is szükség, de a kongresszuson én úgy éreztem, hogy valami mégis megjelent a workshopok során, amikor a barátok összekapcsolódnak, esetleg a sivatagban, vagy a nagy kongresszuson, hogy mi tudtuk, hogy valami történik, de nem tudtuk, hogy mikor történik. Mondhatjuk azt, hogy ez igazából fontosabb, mint a forrásoknak az olvasása. Nagyon sok barát, aki már hosszú ideje tanul velünk, és eljönnek a workshopra, és nem érzik ezt a megközelítést, vagy kimennek a teremből, vagy csak egy szóval válaszolnak, és úgy érzed, hogy nem tudjuk ezt a kapcsolatot megkapni tőle, vagy azt mondja, hogy igen, vagy nem, vagy hogy egyetértek a barátokkal. Hogyan emeljük ennek a fontosságát, esetleg Rav kommentálhatná ezen, hogy mondhatjuk azt, hogy ez fontosabb, mint a források, amiket olvasunk. Ez úgy tűnik, hogy nekünk át kell mennünk a workshopnak ezen a szintjén, amikor ne csináljunk workshopot többé. Rav, valójában én nem tudom, hogy a mi időszakunkban, én nem tudom, hogy mivel helyettesítették a workshopot. Amikor a tízesben ülünk, beszélünk egymással, akkor arról beszélünk, megbeszéljük egy paragrafust, egy nagy kabalistának az írásából egy részletet. Beszélünk egymással, és akkor véleményt cserélünk. Nekünk egyesülnünk kell egymás között, és így tovább, és így tovább. Hogyan helyettesíthetnénk ezt a beszélgetést, ezt a cselekedet? Mivel helyettesítsük ezt? Hogyan tudnánk ezt helyettesíteni? Én nekem nincs más módszerem erre. Esetleg majd lesz egy más hatékony módszer, ami közelebb hoz minket egymáshoz. A tízesben közöttünk, amikor megbeszéljük, hogy a kabbalisták miről beszélnek, amikor összekapcsolódunk egymás között, mindenki egymás után beszél, vagy egyszerre, de egyelőre még nem látok más lehetőséget. Hogyan hozhatnánk létre ezt a kapcsolatot közöttünk enélkül? Tehát, hogy ne beszéltek egymás között, oké, csak olvasunk a könyvből, akkor hogyan jelenik meg a kapcsolat, abból hogyan jön létre abból a kapcsolat egyrészt. Másrészt viszont nekünk előre kell haladnunk bizonyos módszernek a segítségével, és a végén bele kell egyeznünk a módszerbe, amit a tanár javasol, és nem az, amit ti gondoltok. Ez nem így van? Nem így kéne lennének?
Oké, például mi beszélünk erről most már egy órája, és két barát Kramatorszkból mindig egymás között beszélnek, egymással beszélnek, az is jó. Ők nem minket hallgatnak, hanem egymással beszélnek, az is jó. Ők nem hallottak egy mukot sem, arról beszéltünk, tehát nekik ez jó. Oké, ezek a barátok jelen vannak az összes reggelecken, igen, mindig velünk vannak. Egyébként nem szóltam volna nekik. Kérdés Petek Tikvából, van egy kérdés Petek Tikvából, lentről a teremből a vendégeink, a kongresszusról. Mire van szükség, mit kell tennünk annak érdekében, hogy mant emeljünk a barátokért, olyan gyorsan, ahogy csak lehetséges. Ne várjatok erre a pillanatra. Mindig érezhetitek, hogy a csoportban vagytok, még akkor is, amikor fizikailag nem vagytok a csoporttal, és mindig arra kell gondolni, hogyan növeljem a kapcsolatot a barátokkal, és ennyi. Hogyan növeljük a kapcsolatot a barátokkal, erre kell gondolni. Csak erre. Állandóan, megállás nélkül, hogy ez a vágy, az állandó növekedjen bennetek a kapcsolat iránt, a barátoknak a kapcsolata felé, hogy én csak az ő kapcsolatokat szolgáljam, ez állandóan felráz minket, mi érezzük, hogy nekünk valamit csinálni kell egymás között, egészen addig, ameddig el nem kezdjük érezni magunkat, a kapcsolathálózatot közöttetek és a barátotok között, hogy ez az egy. Igazából kifutottunk az időből, tehát a nagy kongresszus után most mindenki tekint előre a nagy kongresszus után. Mit kívánsz mindenkinek ezen a héten? Én a következőket kívánom mindenkinek, mondja rá. Hogy egy újabb hét van, ameddig a barátok fokozatosan hazamennek, és akkor elkezdjük a felkészülést a Pészakra utána. Már van információnk ezzel kapcsolatban. Bárki, aki képes eljönni, meglátogatni minket a Pészakra, az meglátogatott minket, szívesen látok mindenkit. Mi tanulunk reggel, lehet, hogy nem 3, akár 4 órát reggel a hét során, és tanulunk este is, tehát kétszer lesz lecke egy nap, kurzusok, workshopok, mindenfajta események, mindenfajta esti események, étkezések és így tovább. Ez a Pészak ünnepének a hete, ez az egyiptomi kivonulás ünnepe, amikor az egótól kimenekülünk. Lényegében ez egy újabb kongresszus, mi készülünk erre, egy elképesztő mennyiségű anyag van ugye a Pészakkal kapcsolatban Kamalában, mivel ez a legfontosabb dolog, ez a fordulópont, a kilépés az egóból, minden más, az csak ez után történik, amikor átmentünk ezen, és akkor ez megtörténik ennek alapján. Mi mást mondhatnék? Én kívánom mindegyikőtöknek, hogy jó hét legyen, hogy képesek legyünk megemészteni a kongresszust, mindazt, amin keresztül mentünk, hogy az leülepedjen bennünk, hogy érezzük az erősebb kapcsolatot közöttünk, és az erősebb taszítás közöttünk. Ez mind exponenciálisan növekszik majd a taszítás kapcsolat, bal-jobb, ahogy tanultuk, de remélem, hogy a jobb oldal erősebbé válik, és a bal az taszít, a jobb magához húz, és egy ilyen módon haladunk előre, mi mindannyian egymástól függünk, és egy csodálatos jövő áll előttünk, mondja. Minél közelebb vagyunk egymáshoz, annál erősebbek vagyunk, és annál magasabbra emelkedünk. Hello mindenkinek, hello Mincnek, hello mindenkinek, és goodbye. Ölellek mindegyikőtöket szeretettel, viszontlátásra, és találkozunk a barátok találkozóján.